Vagy hogy mondják ezt. Na nézzük akkor. Azt mondja, hogy gyorsban még egy Facebookot nézek, aztán mehet akkor a játék. Azt mondja, hogy gyorsban még egyszer, megírok még egyet. És igen, nincs lenémítve a Facebook. Köszönjük szépen, hogy még live közben is becsípok. Feljebb vettem a hangerőt. Szevasz, Benny. Na nézzük akkor. Azt mondja, hogy in-game. Úgy látom, a kijelző felvétel már be van állítva a játéknak a felbontására. Valami 64480, 800-600, valami ilyesmi felbontás van a játéknak. Nem veszi fel a játékot, várjátok, valami gáza. Nem veszi fel a játékot. Pedig be van állítva, tegnap már néztem egyébként. És akkor már felvette, például még egyszer. Melyik jobb, az i7-2600K vagy az i5-8600K? Uha, na Balázs, ez egy fogós kérdés. De ha választanom kéne, én az i5-8600K-t választanám, mert az i7-2600K az egy kisebb széria, véleményem szerint. Na, látok még egyszer, futtatásrendszer gazdaként. Már nem megy a képfelvétel? Az asztali felvétel szerintem kiakadt. Azért nem megy. Kiakadt az asztali felvétel. Jó, majd próbálom még egyszer. Hú, bakker. Na, látok. El kell indítanom itt a live-ot, hogy lássam is. Majd, hogy mi a helyzet. Tegnap sikerült megoldani az első résznél, most meg szavasz József, szavasz Sankó Gamer, halló. Cső, én Xbox One S-et kapok Karira. Hát nem az ajándék számít Kornél karácsonykor, de gratulál hozzá. Egy tudok mondani. Nem lesz Balázs, de még mindig nincs a videókártyám. Még mindig egy gigás kártyám van. Jó, most jó, működik. Amíg nincsen normális videókártyám, addig nem lesz Fortnite. Addig nem tudok live-ozni nektek. Jó, na nézzük akkor. Tá, egy elegendő lesz. Ismerem ezt a gémet? Gametre. Tá is Edu. Na, nézzük a másodikat. Első map. Egyébként utoljára pont a Peti live-ozta. Néztem valameddig. Skacok, ez. Ez angol. Ez angol, bakker. De miért angol? Valami nem jó. Ahogy jókor tűnik fel, mi? Ez miért angol? Ez mi? Várjatok, valami nem jó. Valami nem jó. Hát magyar pokoli szomszédok kettőt szedtem le, és angol. Hol van? Pokoli szomszédok 2, NFH 2. Ja, itt van a magyarosítás, várjatok, fel kéne rakni hozzá. Nem raktam fel a magyarosítást még. Akkor már megvan, én azt hittem, ez alapból már magyar. Nézzük. Elvileg felrakta a magyarosítást. Egy pillanat. Most megint elindítom. Megnézzük, hogy jó-e. Hát nézem, mondom angol. Rambor, köszönjük a megnyilvánulást. Szavasz Tamás. Hivatalosan egy éve modi vagyok. Hát gratulálok, Fannika. Szavasz Oliver. Szavasz Botond. Ja, József, kellemes ünnepeket mondjuk. Meg mindig angol! Ez... szopas. Ez mi? Most telepítettem fel a magyarosítást, de nem... nem magyarosítja meg. Várjátok egy pillanatot, mert valami gáz van. Mindjárt megnézem, hogy... miért nem magyarosít ez a... ez a vadállat. Várjátok. Gyors mondjuk.
valahol feltelepítem egy random azét, mondjuk a legyen az asztalra kirakom azét, a magyarosítást, azt megnézem, hogy ez mit akar berakni, mert szarul rakja be a magyarosítást a egy datamappon, meg egy Unreal-del, és ennyi. Megnézem. Hol van? Megkeresem gyorsba, aztán akkor... Tudom, hogy el van csúszva az asztali felvétel, azért van, mert a játéknak kicsi a felbontása, 64480 kb, azért látjátok most így. Addig le is hoztam az asztali felvételt, hogy ne zavarja titeket, szavasz bajt! Hello, pingvin! Szavasz, Ucsi! Üdvidekrik! Hol van a Jovood mappa, vagy mi? Azt hiszem, Jovood csinálja, ugye? Gép. Gémeghajtó. Úristen, skacok. Ez a gémeghajtó van a játék, ez meg a C-meghajtóra telepíti fel magától a játékot. Ezért nincsen megmagyarosítva. Na, várjátok. Gyors, megcsinálom a magyarosítást, és akkor mehet. Beillesztés. Fájlok felülírása, és akkor elvileg most már magyar lesz. Nincs is, hogy megselepődök. Megérdemlem. Hát nem voltál egy jó darabig. Szerintem ez nem olyan meglepő. Alsó hangon megsugom, hogy jövőre leszek. Lehet. Ja, hogy lehet, szponzor leszek? Na hát, vannék. Na, én örülök neki, hogyha így gondolod. Meg hát mindenkinek. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szponzor lenne idővel. Neked is, Sankó. Működik? Magyar! Hát beszadás. Magyar, skacok, magyar! Végre. Na, mehet az első map. Mehet angolul is. De én azt akarom, hogy értsétek a játékot. Meg hát én is akarom érteni. De mekkora nagy örömű baj, a magyar! Üdvözlök a Pokai Szomszédok legújabb epizódjában, lássuk. Én vagyok Joe, a rendező, és ebben a bevezető epizódban én fogom megmutatni, hogy hogyan állítsd fel a csapdákat Woodyval, a mi sorozatunk hősével, jó szórakozást. Hangosak az effektek, nem? De ahogy mondjátok meg, írjátok le a chatre, hogy hangos-e vagy nem, akkor lejöveszem majd a hangeffektet. Mazsar, az. Csodálatos. Jó. Van egy szappanunk. A buborékban a képa felett mindig mutatja, hogy mit fog csinálni. Milyen hangosan eszik az azé? Bözsikelődi vagy, hogy is mondják? Bözsinédi. Aludni is fog néha, amikor nem képes figyelni Woodyra, ekkor a képen mögött zöld lesz a háttér. Most nézd meg, miket csinál a szomszéd. Pont jó? Ja. Jó repülőjetek. Tegnap átítik az elsőt. Két óra alatt. Megcsináltuk az összes mapot. Egyetlen pálya lett 100%-os. Hogy átment a víz fölött el? Milyen effektek vannak. Ilyen epic hangok. Mindig belelép egy tócsába, ez az a hely, ahol elkészítjük az első csapdát. Ahol lerakjuk a szappant. A pocsolyához. Minden kiszáll a szomszédnek, úgyis sohasem lehet a hajnak ugye azon a részén, ahol a szomszéd van. Nem leszünk ott, nem kell, hogy megverjen. Hogy zabál? Ja, egyébként az a nő. Miért csapódott? Miket a hangosztották? Egyébként nem véletlen, hogy a... hogy a nőnek akkor a hátsó koffer. Meglátszik, hogy ott izé zabál. Zabál, mint ahogy mondjátok. Ez mi? Haj, ti! Remek eszköz a zárja kinyitásához. Bent kell tartod a tergyet a célkeresztben. Na, bent tartjuk. Bent tartsd! Bent tartsd! Kacok! Bent tartjuk. Talált egy bicskát a bal felső sarokban, megláthatod Olgát, akin a szomszéd legelteti a szemeit. Olgát nem érdekli Woody, de Woody rossz fényben tünteteti fel a szomszéd Olga előtt. Jó, akkor leszar minket, magyar szóval nő. És csak zabálni akar. Svéd kulcs az mihez kell? Az nem ide kell. Akkor lemegyünk, hogy a szomszéd elinduljon. Kell építeni a zsírszöveteket.
Mikor várhat az új gépem? Hát Geri, az majd csak jövőre. Szevasz Kulcs, és köszönöm, Szoli. A szomszéd most megpróbálja elcsábítani Olgát, most hogy az asztal lába el van törve. Ez a kis flört elég rosszul fog végződni a szomszéd számára, most nézd mit csináltál. Te mennyit zabál az a nő? Hogy mozognak a nőnek a keblei, ezt figyeld. Van mi mozogjon. Kegyetlen. Annyit evett már, nem csak a kofferre nőtt meg. Szabályosan izé. Zsírból áll a nő. A légpárnái vannak. Szóval Zoli. Tényleg be is putyított az asztalnál. Hát rádőni az asztalról leszakad, mert nem is kellett volna elvágni az asztal bicskával. Beleugrik a vízbe. Hát ez beleugrott a vízbe. Ott van lettyed csöcs. Azt mondod, József. Lettyed csöcs, tényleg végig láttam már a lájukon. Azt hiszem átírta a nevét, nem? YouTube-on már azóta, vagy nem tudom. Erre emlékszem, ezt megcsinálom még gyorsba, itt a spagettire emlékszek. Bele kell rakni még a kalapba, és akkor ez a pálya ennyi. Ez még rémlik. Jó. Kapitány, sok kell kicsit szószosan. Szószos. Nézzük a szomszédot addig. Jaj, a lötyercsöcs. Mostanság nem láttam, vagy csak mások. Belé volt az egyik a dia. Mi a jobb? Amikor fölvette. Azt hiszem, ez kikészült. Megkaptuk még a díjat is. Na hát jöhet a második map. Rossz kezdés. Ha valamit nem tudok, skacok, majd próbáljátok meg segíteni. Lehet, hogy nem minden jut eszembe. Ez a játékkal se játszottam jó ideje. Én a pokoli szomszédokkal még akkor játszottam, amikor ilyen 11-12 éves voltam. Hát gondolhatjátok, hogy most 24 vagyok, tehát... Jó, itt van nád. Itt van valami híd. Angolna. Sír a gyereke. Van valami fűrészhal. Fűrészhal? Tartok. Mi volt ez a vonathang? Ez a nő rendesen a csecsein alszik-e? Ez mi? Várjunk. Rákot kipiszkáljuk. Jó? Na, ezt hiszem, meg az. A csúcsai a pár, de hát az van, nézd meg! Itt van valami? Gerebje van? Meg a hűtőláda, és ennyi. A reák az gondolom a ládába kell, a gerebje. Azt hiszem a hínára kell. Van még itt valami is? Még volt valami angol, azt hiszem azt a vödörbe kell, ugye? Kicsampészni. Bözi néni megette a kakát, azért lett ekkora darab. Mit csinál a gyerek? Na várjunk. Úgy kéne akkor, hogy 5 csíny van elvileg, ugye? Valahogy sorba kéne rakni. Akkor de most ezt a hajót, ugye? Ezzel a zuszonnyal, jó? És akkor itt gyors megcsináljuk a dolgokat. Bele a ládába. És akkor a gerebjével kell. Ma megkaptam Beát, na Edo, gratulálok hozzá. És akkor a hínát
Jó, és akkor utána most oda felmegyünk, amíg ő lejön. És ha minden igaz, akkor 100%-a megcsináljuk ezt a mapot. Ezek még így jók, mert még nagyjából ezek a pályák nekem rémlenek. Azért így az első néhány pálya. Jó. Fűrész. Megmaradt még a fűrész, ha kell még valamire. Nem hiszem, hogy kell valamire. Megmaradt a fűrészhalunk. Mindegy, nézzük. Az biztos van még a helyen derítom. Milyen fejet vág-e? Ez az amúgy milyen fürdőgatya vagy, mi az ami rajta van te? Fúj. Ez még mindig elveszik. Ez a nő egész nap csak alszik. Hát az első mapon zabál, következő mapon végig alszik. Na, és kacok, második pálya, fúj, de kész. Megkaptuk az aranydíjat, tökéletes. Benni, bemondtam a nevet, persze. Jelenleg van 37 blowboxom, egy bigboxom és egy megaboxom ilyesben. Jól van, Fannika. És kacok, aki gyűjt még esetleg ládákat a Brawl Stars-ba. Ha felajánljátok, hogy kinyithatom majd videóba, videó formájába, feltettem majd a YouTube-ra, és a csatorna linketeket lerakom majd a ládanyítós videók leírásába. Ennyit tudok felajánlani, hogyha valaki felajánlja a ládáit, hogy kinyithassam videóba, hogy tudjak felrakni ilyen Brawl Stars-os ládanyítós videókat, akkor lerakom majd a csatorna linketeket. Ilyen hirdetést jelent. Gyakire kezdem majd, szavasz Zoli, mondjad! Van-e kedvenc játékom? Hát Geri, ez fogós kérdés. Hát Edu, az első videóra legalább 100 láda kellene, úgyhogy nem egy főtől, hanem így több nézőtől. Tehát Fannikának van most mondjuk 39 box, tehát hogyha még lenne 61, így összességében, mit tudom, hogy 2-3 profilról, akkor megcsinálnám az első ládanyítós, Brawl Stars ládanyítós videómat. Ez mit csinál? Emelvény. Itt van valami szerszámtartó. Emelő a rizscsúszdához. Buj... Jaj, jön ide a haver! Hát felpofosztak minket. Felpofosztak minket. Itt van valami. Forgatáskája, meg valami chili szósz. Na, meg is zabál a nő! Ez tényleg a Bözsi néni. Most teszi a kakost. És kacok, első nap halálra eszi magát. Második nap végig össze az egész napot. Harmadik nap megint teszik. Hova hízik ez a nő? Micsoda nő személy. Bud Spencer. Ja, hogy felpofozott minket. Itt van valami gép. Na, állunk. 5 csíny van. Nem ez kell? Olaj? Nem. Jó. Ez azt hiszem a... Várjunk, chili sauce és budipapír, ugye? Baszki, nem szabad, már megint erre jön! Haver, menj már innen! Miért erre jön? Miért nem körbe ment, hogyha ide jön? Majdnem megszívtuk! Mindegy, akkor már ide rakjuk az ágyugolyót a dinnyéhez. Így azt próbálja meg szétvágni. Jó. Bam! Jó, és akkor még van egy csavarkulcsunk. Az meg a bicikli, ugye? Bringához kell. Chili sauce.
pont megcsináltuk a WC-t, úgyhogy elvileg minden megvan. Ha minden jól megy, akkor 100%-os lesz ez is, de nem biztos. Majd kiderül, skacok. Két életünk még van minden esetre. Na nézzük a szomszédot a WC-n. milyen hangot ad? Na így kell ám dolgozni. Kiadta magából a fáradt olajat, biztos. Meg még rá is húzta. Hát ez a palé. Kegyetlen. Most jön dinnyét vágni, nem vagyunk ott, ugye? Nem. És akkor utána megy biceózni? Remélem. Akkor 100%-a megcsináltuk. Chili sauce. Ezek még könnyűek, ezek a mapok. Milyen játék neve? Pokoli szomszédok 2. Megjel, és akkor most meg lesz 100%-os katok. Nagyon jó. Elsőre meg lesz furra az első 3 map. Megkapjuk majd a díjat is. Hogy kettő esett az a bicó? Hallod? Nem semmi. Na, 3 aranydíjas mapunk van idáig. Akit a gong megszólít. Jól állunk ideig. Hogy ketté esett ez a bicikli? Nem semmi. Na nézzük, mi van itt. Semmi se, itt van valami. Játékautomata. Jó van, egy plüspackót. Visszaedjük. Valami téglát törve, vagy nem tudom mi ez. Karate bemutató. Itt van tégla. Hotdog. Itt van egy kisgyerek. Valamit lehet vele csinálni. Szedjük össze először a dolgokat. Nyaklánc, váza. Napernyőtartó. Jó? Az kérem. Kérem ide. Bilderberg, ja. Az biztos. Várjunk, valami. Ott van egy tányér, jaj, ne jön oda. Vagy nem tudom mi ez. Rizsestál, bocsánat. Tányér. Ez kicsit más a tányér. Itt is 6 darab tréfa van, 4. 4 dolgot már megszereztünk. A maci, az biztos a gyereknek kell. Ez mi? Petárda. Mi az a nevetésre? Várjunk, ide majd lehet valamit rakni. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor itt van a hatodik? Szekér vagy a tégla? Menjünk le a rizsestálért. Köszi, Ájlor, szava, hello. Folytatjuk a második részt. Hogy a legjobb videós a világon, köszi vele. Sajnos mégis ilyen kevés nézővel vagyunk láthatott. Jó? 6 csíntevés van, de csak 5. 5 tárgyunk van. Még valamit meg kell keresni ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni 100%-ba. Vagy elnézem itt a szekér. Álljunk, itt van 2. Szekér, 3, 4. 5. És hol? Itt a 6-adik? Akkor megvan. Csak nem tudom, mit kell a szekérre, vagy mit kell, hogy kettőt adjon. Várjunk, ez itt hajzselé. Ez... Jó. Gongütő. Na, pernyő tartom. Jó, akkor ez megvan. Haladunk, skacok, haladunk! Petárda. Hoddogba a petárda. Skacok. 15 néző, már csak 13. Nagyon megy. Olló a nyakláncoz, ez biztos. Metszőolló akarom mondani, bocsánat.
Váza. A tégla azt gondolom ide kell. Akkor a rizsestál. Megmaradt a rizsestálunk. Illetve megmaradt a metszéolónk is. Az a baj, mégis kihalt a chat. A tégla az, azt tudja, hogy ide kell. Akkor a bemutató úgy, szóval tudja szétütni. Jó, metszéoló? Akkor ez. Mi a hangja, hogy szerintem tökre ütötte magát éppen a gongütővel, mert meg volt hosszabbítva, csak pont nem láttuk. Jó, hát akkor elvileg minden megvan, ugye? A gongütő most eszi a hotdogot. Én odaadom a fiókon a dóztázban. Láda nyitásra, Benny? Örülnék neki, ha lenne minél több láda, amit kinyithatok dóztázba. Jó, átjövünk ide, még lemegy a szomszéd. És akkor nézzük a nyakláncosat. Elvileg kész van az egész map már. Majd ma a Brawl-tászos live-ba írjál Benny nekem, jó? Discordon privátban is akkor... Mennyi ládad van, Benny? Van most ládad a profilon, hogy majd videót fel tudjak venni belőle? Legalább egy 100 ládát akarok kinyitni egy ládában, mert az alatt szerintem nagyon nincs értelme ládanyitogatós videóknak. Farmikának van 39. Egyelőre ő felajánlotta, tegnap kitettem ugye Dominiknál 30 valány boxot a live-ba. Valami hiányzik, spacok, nem lett meg a teljes. Hogy megagyalta? 65? Ó, Benny, az nagyon jó. Akkor már meg is van a 100 box egy videóra. Hoppá! Ez befejehet a szegény. 100 potató Foxy, hello. Hogy befejelt a szegény? Nekem is vörös lenne a fejem, ha így bebasznám. De neki az idegtől lett vörös. Hmm. 15? Nem 11? Nézőt mutat. Ura. Na nézzük. Angolna a hordóban. Ott egy szemüveg, várjátok. Szemüveg. Itt... kacsától valamit lehet elvenni. Tojás. Jó van, Edu, köszönöm szépen. Akarok ládanyítós videókat a Brawl Stars-ból készíteni, hogy megtalálják mások a csatornámat. Vagy hát úgy gondolom, hogy mások is megtalálják a csatornámat, akik szeretik a Brawl Stars-t, hogy több nézőnk legyen. Azt mondja, kalapács szögekkel, bicikligumi, kacsatojás és szemüveg. Megnézzük itt, mi van lent. Már megint alszik. Olga megint alszik, figyeljétek. Itt mi van? Van valami doboz petárdákkal. Köszönjük még egyszer egy Edu, hogyha elkezdesz gyűjteni. Az a baj, hogy sokan ugye... mindig azoknak adják, aki több szubos, és hát... Nehézkes így. Nehézkes így. Azt mondja, hogy 5 darab csintevés van, és van... 6 darab tárgyunk. Nos, kacok, most segítsetek, hogy mit hova kell. A tojás... Tojás, az a pingponghoz kell, szerintem azt tudni. A szemüveg az hova kell, meg a petálda. A gumi az biztos, hogy ide kell az angolnához. Kötél. A szeg azt tudja, hogy ide kell. A kötél akkor a rakétákhoz. Szemüveg, ide is lehet valamit, homokvárhoz. Szóval, finom!
Hát igen, Farmika, mert gondolom előtte még ne tesztél, mielőtt beaktiváltad volna, csak azt még nem jelezte ki, mert gondolom nem minden percben frissít rá a telekomosan. Amúgy Bali nem számít, hogy hány éves vagy. A szándéka fontos, meg hát hogyha valaki 12 éves is, van 12 éves, aki sokkal komolyabb, mint mondjuk egy 14-15 éves. Szóval skacok, szemüveg és a dinamit, vagy petárda. Szóval hova kell? Lehetne 30 néző is. Hát igen, Edu. Szemüveg is. Várjunk, ide lehet valamit a szoborra. Petárda szobor. Petárda szobor, és most mi van? Most már csak meg kellene gyújtani valamivel. Szemüveg. Jó. Meg vagyunk. Jaj, pont ide jön a szomszéd! Akkor gyors, megcsináljuk itt. Akkor ez a szoborfejtet így ide kell, a homokvár helyére, jó? A szeg és a kalapács ide. Kötél, jó, hogy már megeszünk. Megtarthatom az admint? Moderátorra gondolsz? Megtarthatod. Hello. Hát nem fog már levenni Farmika, mondom, szerintem előtte még, nem tudom, biztos van egy bizonyos időszak, hogy mennyi időnként frissíti a Telekom ezt az adatmennyiséget, és azért nem láttad. De ha be van kapcsolva a korlátlan internet, akkor már nem fog levonni őse. Hogy húzza a szomszédot, figyeld! Hát 17-en vagyunk, figyelj mindenkinek. Mondom, Farmika, szerintem... Mert lehet megvan az, hogy 5-10 perceként frissít csak a Telekom adatmennyiséget, és azért nem láttad, hogy ez a 3 mega elfogyott. Még előtte. Megette ezért. A bicikli gumit. Milyen hangja az ütéseknek, tisztára őző! Mit fog írni az Epic? Mert... nem tudom, de valamit írt. Küldenek e-mailben. Valamint úgy mondom, hogy küldenek egy e-mailt. Kész. Nézd meg az e-mail címedet, és... fogják küldeni, hogy már tudod használni a Support a Creator kódodat. Bevételszerzésre. És akkor arra visszajössz majd nekik angolul, hogy... Jaj, de az mérges. Hát meg itt mérges lesz, mert már ott van a kőfej. Miért visszacsapott neki a serpenyével, hallod? Koppant a feje. Ilyen basszpenszeres ütés hang volt, így megütötte a séfet. Bocsánat, szakácsot. Na, felkelt a Bözsi néni. Nézzétek el. Megint rázza a csecseit. Hát ahogy gondolt is, megint meglett teljesen a map. Most nem tudom, hogy... Most nem tudom, mi a durvább, az, hogy felpofozta a szomszédot, vagy az, hogy ahogy pofoz, lógnak a csecsei, mint a mintha légballonokat elegetnének, vagy nem tudom. Jé, most ez egyszer nem eszik, és nem alszik a Bözsi néni. Hát olyan kondizik ott lent, még a végén lefogja. Hátsó fertájból, vagy nem tudom. Új szereplő lépett be a sorozatba, a ronda szomszéd mamája, ő mindig elver, ha meglát. Most legyél nagyon óvatos. Szóval... most már mind a kettő megver, hogyha észrevesz, legyen neked.
Azok tölgyek, nem csücsök. Azt mondod, József. Ja, csoda történt most már valami. Próbál feszíteni, nézzétek meg. Hát nem nézném meg a belit, miközben feszít. Ezt a high párnákat feszít jött. Most tedd a fingópárnát a párnákban a feljebb lévő fedélzeten, oké? Okay. Ön kell szifadni. Ja, be kell bújni, oké? Okay? Itt van egy ilyen búvóhely. Most ülj le és nézd meg, hogyan ül le a mama a fingópárnára. Micsoda beszéde van a... az anyjának. Nagyon érdekes hangja van, mint akinek izé... torokgyulladása van. Mi valami toroknak? Most ez mi? Gumiszalag. Gumiszalag? Ide? Nem. Nézzük meg, tudunk itt még valamit kiszedni? Nem? Nem? Itt semmi. Akkor itt a nyulat el tudjuk venni, illetve itt van valami... bólhás kutyapukróc. Gyorsan! Akármi is ez. Kiszedjük gyorsba, végig alszik az anyja. Jó? És akkor ide lejünk. Itt van valami szigony. Meg van valami plusz állat kilövő. Álljunk a szigonyhoz. Meg ide a plusz állat akkor, ugye? Gumiszalag? Mi fogsorragasztó? Jó, gumiszalag? A bolhás kutyapokróc, azt tudja, hogy ide kell a törőköző helyére, és akkor van itt egy műfogsoragasztó, ami valószínűleg ide kell a horgásztáskahoz. És akkor meg is van minden? Nálunk egy, kettő, három, négy. De nekünk öt csintevés kell. Jaj, majdnem észrevett a szomszéd. Áj, be kellett volna tenni a műfogsorragasztót, nem lesz teljes. Hello, Annika? Niki! Megvan a gép? Na, Niki. Gratulál. Nem lesz ez teljes, kacok, mert lement a dühe a... Palinak. Szerintem ezt el van császta, de majd meglátjuk. Nézzük, mi fog történni. Az első pálya, ami nem lesz hullos. Irigyellek, Niki, most irigyellek, látod? Nekem csak jövőre lesz majd meg az RX-780-as. Kari. Akkor tudok majd bármit lájózni újra. Hoppá! Hármat adott? Nem is kettőt, figyelj! Az fingott? Olyan hangja volt! Ki fingott a kutya? Nézzétek már! Na, József! Az anyukának is lógnak a csecsei, látod? Vagy tőgyei. Miközben beli a... szomszédot. Nem egyedüli. Jó? Itt van a bolyás törőköző, meg még itt van a robbanó csapda. Szerintem ha pont betettem volna, mikor visszajött, akkor meg lehet volna a küldetés 100%-ba, így meg pont nem lesz meg. Hoppá! Hogy nevet a Bözsi néni, nézzük el! Végül is csak nyakom baszta egy ilyen, mi az? Súlyzorút. De nem baj, azért... kinevette azért a Bözsi néni. Jó, neked, Diki. Szerintem pont nem lesz meg amúgy a fullos, de majd mindjárt kiderül. Hogyha előtte ide tettem volna ezt a ragasztót, akkor pont meg lett volna.
Na dobjad? Nem tudom, mi ez olyan petárda, összeregasztózó, vagy mi. Dinamit. Bocsánat. Nem lett meg a teljes pont. Nem baj. Jó lesz ez így. Nem sok a múlott, hogy meglegyen. A teljes itt is. Kaptunk 4 új pályát. Régen volt a neten. Köszönöm a feliratkozást. Ja, fordult a kocka. Sanyi Rezes, köszönj a feliratkozást neked. Üdvít a rágom. Sanyi Rezes feliratkozott a csatornára. Mikor veszek új kártyát? Hát, mint mondtam, srácok, most ha tudnák is venni mondjuk egy 2 gigás kártyát, egy kisebb körét, nem akarok addig, amíg nem tudom megvenni az RX-580-at. Tehát feleslegesnek érzem azt, hogy 2 kártyát vagyok, inkább megvárom. Jó, van pedálunk, rugunk, meg tenger is ülünk. Nem akarok 2 kártyát venni, felesleges. Jaj, jön ide a pali! Vissza! Jön a szomszéd. Gyors összegyűjtjük, amit lehet. A rákot azt majd itt lehet fogni. Alszik az anyja. Hogy nem alszik, hanem éppen ező. Úszik, vagy nem is tudom, hogy mit csinál most ilyenkor. Hogy lefújta az elefánt? RX-88 gigát akarok majd. RX-480-am volt, és az helyett akarok majd egy RX-580-at. Ugye az RX-480-at eladtam. Ja, mondjuk nem volt vele probléma alapvetően. Anyagi helyzetek véget adtam egy év végére, hogy minden rendben legyen. De attól függetlenül már nem akarok RX-480-at, hanem majd 580-at akarok majd egy jövőre. Mutas nem fogja, várjunk? Van itt viszki. Most már odaadja a vödöt? hogy kidőlt a pali? Jó, van vizes. Akkor mondom, a jeges vödrünk, bocsánat. A grill chipesszel szerintem a lákot lehet kifogni. És itt van valami csap, amiről gondolom vizet kell engedni. Várjunk. Vízcsap, igen. Jó. Próbáljuk meg. Jó, a rákot ide. És akkor szedek ki még egy rákot. Hát, ha kelleni fog. Gyorsba. Gyorsba! Jön a szomszéd. Jó, még mondjuk nem ide jön, de... Azért... Megütötte, hogy ez hogy figyeljen. Ide a homokvárhoz... Várjunk, rák. Jó, tenger is jön. Törőközőre, azt tudja, hogy jó lesz. Jó, a rugó az ide az ugródeszka alá, ez biztos. És akkor vizet kell engedni, ugye, skacok? Álljátok, van a csap. Opa! Megint megy a verés. Igen, ám, de itt szépen akartak. Szalaszkodom itt. Vizet ide? Jó. Egyelőre minden megvan. Még van egy pedálunk. És ennyi. De azt nem tudom, hol... Várjuk? Ponyvatető, bocsánat, ponyvavető! Hoppá! Sír a gyerek! Hogy felkelt a Bözsi néni? Figyeld el! Megint verés lesz a vége! Hű, mekkorát kapott ő, baszkázta és megint ügyelte volna! Szavasz Milán, nem sok minden. Folytatjuk itt a pokai szomszédok játékot, aztán majd még ma Brawl Stars tudok majd később. Megint. Jó, itt van még a víz, de még két csintevés van. A rugó, meg még a pedál, de a pedál az... Ide a ponyvatetőhöz kellett volna. Ponyvatetőhöz?
De kell majd a foci is, de egyelőre az is jó lenne, hogyha már a videókártyát lecsérem jövőre. Mind a kettő tervben. Bam! Lejött itt a ponyvatat őrült. Akkor ide kell a pedál, gondolom. Ah, mindjárt megnézzük. Procitban le akarom cserélni AMD Ryzen 5 2006 X-re, vagy i5 9400-re legalább. Így jövőre. És akkor ide a pedál, ugye? Nem lesz fullos ez a mop, mert a sorrend az nem lett jó, ugye? De mindent megcsinálom. Jó, és akkor a rugót visszatettük. Oké, elvileg jó minden, csak hát nem lesz fullos sajna. Na mondjad, Geri. Vagy az, amit kérdeztél, csak késik a live, és nem időben válaszoltam. Én karira kapok gamer pénzt. Az jó kell. Vendéglátó eladónak akartam tanulni, éppen. Geri az idén, de nem kerültem be a programba. Ez a durva, hogy vártam rá több hónapot, hogy bekerüljék a programba, a végén meg nem kerültem be. Ez nagyon gáz. Azért van az most, hogy az év végére... Hát, hogy mondjam, hogy az év végét elcsesztem és nem tudtam megvenni a videókártyát. Meg hogy el kellett adnom az RX480-amat. Apa! Milyen pofont kapott el? Hát ez a szomszéd egyfajtában megvan. Mivel szeretnék foglalkozni? Hát eladónak meg kőművesnek tanultam, de nem tudom egyébként. Megmondom őszintén jövőre, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Hát pont ez a legnagyobb téma bennem, hogy azon gondolkozok, hogy a jövő évben mit évő legyek. Van valami, megírjuk, hogy milyen munkát kellene vállalnom. Megmondom őszintén, rám férne minden esetben. Tehát ugye, ha a videókártyát meg egész gépet akarok cserélni, akkor nem ártana olyan melót, olyat választani, ami tényleg megfizető. Sajnos a gyerek többsége nem fizet meg. Hát voltam 12 órásba az idén, aztán 110 ezer forintot adtak 12 órásba, amikor 180-at ígértek, tehát nagyon sok gyár van, aki tényleg lehúz, amennyire csak tud. Van valami kígyó, kőhalomnál. Megnézzük itt mi van. Itt is lóg valami kréta. Itt van valami kutya. Ez az egér. Ide a kígyóhoz. Ó, siker. Jó. Valamit még nem vettünk fel, nem? Itt van valami víz. Nem kell ide valami vezeték, skacok? Valamit szerintem nem vettünk fel. Ó, ott van-e? Miért? Ah, valami van ott. Húzalt. Egy van, kifelejtettünk. Egy kupa kell, és 2900 kupa. Na, Benny, hajrá. Bözsi néni megint. Nem, Bözsi néni nincs most itt ezen a mapon. Eltűnt. Most csak az anyja van itt. Ha videókártyát cserélek, akkor alaplapot nem kell cserélnem. Viszont, hogyha processzort és RAM-ot cserélek, akkor alaplapot is kell cserélnem. Tehát most azért tart ennyi ideig, hogy gépet cseréljek majd, mert mindent le kell cserélni.
16 giga DDR4-et akarok. 2666-ost, illet 9451 V2-es, vagy AMD Ryzen AM4-est akarok. Vagy itt valami lufi. Ez ide a fulujához gondolom, oké. Okay. Egyébként nagyon jól megy. Jó, vezeték. Áldozó tábla. Így jó? Jó? Jó, és akkor van egy krétánk és az egér. Egér a elefántnak. Aha. Látok. Jó, oké. Okay. Ó, skatok, nagyon megy ez. Áthúztuk a biztonsági vonalat, vagy mi az. Köszönöm a luccot. Most jött karámos, köszönöm. Tízezer-ötvennyolc kupa, ez miért nem rossz? Azt hiszem minden megvan egyébként. Kutyát azt nem tudom minek lehet elengedni amúgy. Hoppá, tökön vágta az ásó. Fura hangokat ad ki. Ó, bakter, ott van a gelebies kacuk. A gelebét nem vettem észre, néda. Gondolom, ez is kellett volna, amikor elengeded a... kis vakkantót, azt írja. Erre a kutyára. Látok, a gelebét gyors. Oké, okay, meg ezt elengedjük. Akkor ismét. Jó. És akkor elbújunk, elvileg minden kész van ezen a mapon is. Hát tudtuk a biztonsági vonalat, most biztos megagyalja az elefont. Miért kapott? Leütött egyből. Bam! Egy szemorvos szomszédnak. Hogy tud magyarázni? Milyen hangot kapott el, egy szemorvos? Nem semmi. Jó, most megy ugye itt a kígyó, meg a vezeték a vízbe, és kész is van utána. Lehet meg lesz itt a 100%. Megkapjuk a... mi ez? Aranyszobor? Tök mindegy. Ne nevezzük aranyszobornak, jó? Trófea. Így jobban hangzik. Az aranytrófeát megkapjuk. Talán. Már lehet, hogy nem lesz napon. Mindjárt kiderül. Verünk! Nem lett meg. Nem lett meg, spacok csak már. Pont nem lett meg. Na, hát jól haladunk, azt kell, hogy mondjam. Hány map volt ideig? 8-et megcsináltunk, még van 2, meg gondolom itt még lesz 2-3 vagy majd maximum 4. Mindjárt jövök. Gyors WC szünet. És folytatjuk.
Na jó, hogy még ez a kutya is ugat. Minden van. Jó. Szavasz, Levi! Na, az jó. Mi a jó? Na, folytatjuk. Izzó ambíció. Következő. Szavasz, Tejcsi. Na, nézzük. Egy szemüvegtörlés kellene. Pillanat. Elhezkelem. Tőlem a szemüveget, aztán utána folytatjuk. Itt a pokoli szomszédok második részét. Szerintem a játék felét már át is vittük. Mondjuk már több mint egy órája elájózok. Ha jól látom. Az első rész 2 órába tellett. 1 óra 50 perc. Minden átvittük. Ja, mondjuk nem lett 100%-os. Csak egy map. A többi meg ilyen 91-94-97. Itt ahhoz képest már jó néhány mapot megcsináltunk az elején. Százasra. Megem van a mai nappal az élete is. Na, Zoli, mi van megint? Mi újság velünk? Undorító az idős kacok, most néztem ki. Szélvihar van, és szakad az eső. Szélvihar és szakad az eső, és kiöntött már az árok. Itt nálunk, faluba. Annyi eső van. Köszönöm a feliratkozást. Na nézzük, van itt 10 gyűjtőszett. Sanyi Rózsa feliratkozott a csatornára. Köszi a feliratkozást. Jó, van benzines kannánk, meg gyufánk. Jaj, mi? Apa, bocsánat. Egyből elkapott az anyja. Kezdjük újra akkor, ha már rögtön elkapott. Nem, meg sem néztem még a mapot. Ja, hogy itt az anyuka. Oké. Akkor újra. Van bicskánk, benzines kannánk és gyufánk. Gyors, összeszedjük, amit lehet. Most így biciklisztél? Nem semmi. Repedés. Ide tudni, hogy kell majd a benzin. Virág. Virág az mire? Nézzük meg. Ezeknek a virágoknak erős száruk van. Nem tudom kitépni őket. Próbáljuk meg levágni. Jó, van virágunk is. Azt mondja, hogy 7 darab csínyünk van, 4 darab tárgyat találtuk meg ideig. Csatornafedél és lábtörlő. Jaj, jön fagyizni! Jó. Paráns, ez biztos, hogy meg kell gyújtani, illetve van itt egy vizes tál, amiben gondolom benzin kell, hogy meggyulladjon. A gyufával meg lehet gyújtani itt a paragot? A gyufa nem elég ide. Gyufa plusz láttörlő. Nem lehet felgyújtani. Csatorna fedél, jó. Oké, menjünk ide le gyorsan. Próbáljuk meg elcsenni, amit lehet. Van itt fújtató, na ezzel kell akkor a paragot. Meghatok a váltod. Ó, néha, hasonló drág. Miket nem lehet elcsenni? Igaz-e? Még valami hiányzik. 3, 5 és 7 csíny van. Itt a 6. ugye? Bújjunk be addig, mert nem tudom, hogy most az anyja bemegy addig. Ezt megúsztuk. Jó. A virág az... illatos virág lédús levelekkel. Virág, az hova kellhet? Fagy gépbe biztos, nem? Tejhénnek? Tudom, a tejhénnek. Oda tudtuk adni. Szart nem kéne, hát ide szart. Bocikaki. Bocsánat, bocikaki. Jó, ide a benzin. Hova kell a bocikaki? Lát tőlőre. Nem megyek el. Jó, menjünk ide a paráshoz először is. Benzin, az biztos, hogy ide kell, vizestába. Fújtató ide.
Megcsináljuk addig az alapokat, gyorsban. Én lehet, mindjárt nézem a csetet is, csak... Próbálom figyelni. Hát egy fagyigépbe kell a kaki. Kaki, hol a kaki? Fagyigép plusz a kaki. Kaki. Jézus! Hát milyen izé fagyi lesz ez? Hát milyen fagyi lesz ez, kacok? És kiégettük a bugyit. Kiégettük a bugyit. Vagy mi ez? Alson a drágot. Hoppá. Végigégett. Hogy tudnak az emberek ilyenen mászkálni? Szóval ezt valahol le kell dobni. Bocikaki. Felvetted a ganét. Az kell a... Várjuk, itt a papucs. A szomszéd papucs. Várjátok. Papucs. Papucs! Bele az alson a drágot. De még valami vagyunk. Tehénnel van. Bicska megmaradt. Nem a tehénhez kell a bicska. Hopp, ez beleesett a csatorna nyílásba. De mi hangot ad hozzá? Nem bírom amúgy. Régi jó játék. Azt hiszem meg is van minden, ugye? Hát, szerintem most már nem csak idegileg égett ki a szomszéd. Ha egy ilyen érzésem. Azt mondod, Zoli? Gamer Róka, köszi a feljátkozást. Na, ahhoz képest pokoli szomszédok, ennyi feliratkozóljon. Köszönöm szépen, skacok tőle. Tans pacsi nektek. Kellemes innyokat erős mindenkinek. Benne van a ezé. Kaki a fagyigépben. Egyébként igazán a Petinél láttam az ezét. A fagyigépet, amikor benőztem hozzá a live-ra. Meg a kakit a stallon néztem. És akkor még itt van a... Az elszakadt nyereggel a tehén. És akkor elvileg kész is van. Vagy százas lesz, vagy nem. Nem lett full? Az nem volt tele? Hát kacok, az durva. Azt láttátok, hogy 1 mm hiányzott kb. Hozzá, hogy meglegyen az arany trófea? Az nagyon durva. Ez nem tudom, hogy mi az, amit rosszul csináltunk, de... Nem sikerült az arany trófea. Mindenesetre már 5-nél sikerült. Teljesen. Még az elején. A felvilágosodás. Jaj, Zoli, te. Mivel most ilyen retro dolgokat tudok csak live-ozni, ez az 1 gigás kártyával ideglesen. Úgyhogy rávettem én is magam. Van tengelisün, itt van a zárosító budé. Azt hiszem, ezt a pályát még láttam is a Petinél valameddig. Mikor ott voltam? Itt is van valami? Semmi. Ó, megint itt van a Bözsi néni. A melltartója is. Van csontunk, meg tengerisünk. Mikor lesz? Főzék GV2, nem tudom teljesen, mert nincsen egyelőre olyan videókártya, amivel el tudnám live-ozni. Csak jövőre lesz. Az idén már nem. Jó. Krikettitő, napolaj. Olga melltartója. Nos, gacok! Van fent valami. Szerintem számos öv. Fenn van az anyja. A szomszéd meg mellettünk, úgyhogy jó lenne bealudna. Jó, alszik. Itt van valami halászháló. És úgy látom, hogy mindent felszedtünk a mapon. Próbáljuk meg következtetni akkor. Itt van valami szerszámos öv. Nem érem el, várjátok. Hálóban. Hálóban elérjük. Jó.
Jön le a pali! Na akkor nézzük sorrendben. Akkor itt van a tenger is a sapkához. Jó, melltartó. Azt hiszem, hogy a dinnyéhez kell, ezt látta a Petinél. Jó, az ütő az elefántnak. Napfejhez hova kell? Vagy napolaj, bocsánat. Napolaj, hova kell, skacok? Napolaj. Nyers. Ide kell. Nem tudom. Nem laggolna? Jaj, ez erre jön! Napolaj, hova kell? Jaj, várj! Gyorsan, szia! De, pont elkapott! Hát, laggol a szabbá sajnos. Jaj. Jó, alszik a... Jó, a napola ez hova kell? Tengerésén ez biztos, hogy ide kell. Az égőt ezt emlékszel, ki kell dobni. De napolaj hova kell? Komolyan nem tudom. Jó. Kaptunk egy polipot. Jó, az anya elment. Kutya csonta. Kutyához. Gyorsan jön az anya! Várjunk ide, az ugródeszkára kellene a polaj. Akkor azt elcsesztük, mi? Nem, még nem. Jó. Polip. Sapka. Polip sapka. Polip sapka. Erre eszembe jutott a Billy és Mandy. Billy és Mandy-be volt olyan, hogy polip sapka. Régen. És akkor ez ide, ugye? Aludjál! Nem alszik az anya, nézd el. Na. Most azt hiszem, amikor fel kell, akkor hívja a szomszédot magához. Bújjunk be! Oldóba! Ha jönnék az, akkor kész, amikor a pályával. Azt mondja, hogy még van négy. Az egyik a napolaj, a második a kutya. És a polip. Ez csak három. De még négy kell. Talán ha leesik, akkor az kettőt ad, mert üres a medence, ugye. Kiengedtük a vizet. És akkor úgy lesz meg, azt hiszem, a négy. Jó, akkor meg vagyunk. Még a polip kell. Hogy belesett? Nem semmi. Na, és akkor megy a polip sapkához. Szerintem ez semmi, ez fullos. Ez is. Ez is csak olyan 90%-os lesz. Nem sikerült sorba megcsinálni a dolgokat megint. Szavasz, Milán, nem lett el kész a bocsi. Majd töltjük fel a PayPal a pénzt és támogatom. Dave, vegyél már egy Yahoo videókártyát, hely alapítót. Köszi, Tercsi. Egyelőre szemüvegre gyűjtök, mert ez a legfontosabb. Szerintem, hogy jövőre legalább a szemüveg legyen meg az év elején. Kell egy erősebb szemüveg. Azért nem akarok most egyelőre főkép videókártyát, mert a szemüveg is kéne. Ez legfontosabb azért. És nem tudom, mennyibe fog kerülni a szemüveg. Olyan 150 dollár körül lesz szerintem, olyan 40 ezer forint minimum egy szemüveg. Tehát, hogy a mostani szemüvegem, amit néhány évvel ezelőtt vettem, a keret le volt árazva féláron, és képzeljétek el, szólt 19 000 forint a keret féláron.
Most nem tudom, mennyibe kerül a szemüveg, de... Főképp egy keret. A keret az drágább, komolyan mondom, mint a... Maga a lencsék. Le lehet jönni. Ó, a régi kis polc az első részből, meg a kép. Jó. Ez mi? Kolbász, fényképtartó, pénz, vizeltető tablette. És itt lent csak a telefon van. Így az anya fölöttünk van. Szomszéd meg mellettünk. Jó, ez bealudt. Kézitáska. Ó, oh, pont izolta. Oké. Okay. Gyerekkor gázbot. Egyelőre úgy látszik, minden megvan. Te el tudunk bújni. Jó. Ha nézzük, azt mondja, hogy van 3-6-8 csíntevés. Hajt egy búvárpalack. Egy mentő mellé. Életmentő csónak. A WC. Horgászbot. Az édesség. Fizetős telefon. Illetve a kéritáska. És akkor azt hiszem meg is van a 8 hely. A szemüveg azért fontosabb. Hát igen, neki azért mondom. 2, 4, 6, csak 6. 6 dolgot találtunk meg. A telefonhoz. A pénzérme kell. Fel kell hívni, gondolom. A kolbász az ide a táskába. A kutyára égett, gondolom én. A vizeltető tabletta az ide kell az édesség helyére. A fénykép tartó. Majd gyerekorgázmot, ahhoz mi kell. Ahhoz kellene a fénykép tartó. És akkor majd mentő mellény, illetve búvárpalack. Ahhoz kell a sűrített levegő, illetve a tűzoltó. De itt van még életmentő csónak, amihez valami kell. Jó, most próbálom még itt átnézni, hogy van-e valami. Ó, itt valamit el lehet venni. Miért jelzi? Itt valamit jelez, hogy el lehet venni. Gyorsban még vegyek egy kört, és akkor majd nézem. Jelzik, valamit jelez. Mit jelez? Nem is lehet elvenni semmit! Átvert engem. De próbáljuk meg akkor megcsinálni a dolgokat. Nem? Jó, akkor ide a szalámi. Vagy kolbász, bocsánat. Nem tudom, kacok. Nem tudom belerakni a kolbászt a táskára. Akkor mi kell? Ide kell leszek? Valamit nem találtunk meg. Na, látok, itt valami van még. Valamit elfelejtettünk, az biztos. Hát gondolom, ezt le kell vágni, vagy valamit kell vele csinálni. Nézzük csak. A szomszéd felugrik és kapitányt játszik, ő biztos egy jól öltözött, igazságos kapitány lenne, aki csónakázik. Valamit nem találtunk meg. Mondom a kézitáskája. Ja, hogy nem tudok belenyúlni a kézitáskájába, mert ott van a kutya, ugye? A kutyának oda kell adni a kolbászt, és akkor belenyúlhatsz a kézitás. Ó, szerintem ez így lesz. Akkor kezdjük újra. Jó, kezdem kapizsgálni, hogy mi van.
azért csak rájövök idővel. És akkor utána tudom gondolom levágni az életmentő csónakot. Vagy megbuherálni, hogy leessen vele a szomszéd. Azt tehetsük. Tejben légy, jól esik a kolbász. Tegnap megittem egy liter tejet. Este. És hát még egy fél litert. Este még lehúztam. Mondom. Jó, akkor kutyának a kolbász. Jaj, menj innen, haver! Mekkora valaga van az anyjának, te? Kiégtél? Reszelő, ugye? Valami olyasmi. Jó. Egyszer ide. Olga gyerekéhez a tűzoltó? Jaj, mamám, ide jön az anyja. Vagy sűrített levegő kell oda. Hát nagyon szétszott lesz ez a map, de megcsinálunk mindent, amit lehet, jó? Azért megpróbálunk mindent megcsinálni a mapon. Sorrendet nem tudom. Nagyon nem elemeztem ki, hogy mozog a szomszéd, de... Megpróbáljuk nagyjából. A golyót nem kellett volna lereknem még az előbb. Annyi biztos. De kell a szeg? Nem. Tűzoltó. Valami nem jó. Mert ide kell valamit rakni az Olga gyerekéhez. Ezt ide lesz adat? Jó. Ide még kell valami az Olga gyerekéhez. Jön el a muter! Kijátsszuk a mutert meg a szomszédot, és addig a lépcsőn mozgunk föl le. Tőled is van te? Kijátszottuk a mutert. Jó, most jön ide, és akkor pénzt bele. És akkor ide meg a szeget. Jó. Elvileg minden megvan. Csöng a telefon, jó? Lemegy a szomszéd. Elbújunk, elvileg minden megvan, ugye? Rendben, Adu. A vízhajtót azt felszedtük, skacok? Bakker, a vízhajtó kimaradt. Nem mondjátok olyan. Vagy már megcsináltuk a vízhajtót. Azt hiszem megcsináltuk a vízhajtót, ugye? Azért nem volt nálam. Elég sok nem volt. Hogy nem volt? Hogy nem? Valami kimaradt tetszik, de mi? Most vagy a vízeltető tablettát nem raktuk bele? Ezt hiszem beleraktuk. Valami kimaradtuk, nem tudom mi. A WC-t, ezt nem tudom, hogy sikerült-e. Mikor... Jaj, a vizeltető tábla után megy a WC-re! Jaj, értem már, skacok. Elcsesztük. Elcsesztük a mapot újra. Azért nem ment WC-re a szomszéd. Mert egyszerre kell a kettőt megcsinálni. Egyszerre kell átírni a férfinői mosdót, meg egyszerre kell a... A vizeltető tabletta is. És előtte, amikor a vizeltetőt beleraktam,
akkor ugye még normális volt a szomszéd, jó WC-be ment be, hogy mondjam. Pont a jó WC-be ment be. Jön a muter! Jó, de már tudjuk, hogy mit kell csinálni, akkor. Jó. De megint nem igaz! Hát az... Nem tudtam rárakni ezt a szart. Ez izére ott a gyereknek a fújókájára, mert... Nem engedte valamiért. Először kell rárakni, és utána kell a izét. A telefont, mert itt volt lent a telefonkagyló, és nem engedte rárakni, bakker. Áh, skacok. Meg akarom csinálni ezt a mapot, úgyhogy nagyjából teljesen jól legyen, vagy tényleg 100%-os, de... A sorrendet felcserétem, bakker. Ez kész. Szakad az eső, itt is szakad az eső. Szakad az eső, pluszban még... Hordja a szél. De már jó idő. Jó? Most profik leszünk, megcsináljuk végre. Ja, mert porótókészülék van nálam, és nem a... Jó, értem. Jó. Én voltam a bolond. Vagy tűzoltó, bocsánat. Nekünk sűrített levegő kell ide, azért nem engedte rárakni. Jaj. Túl gyorsan akartam mindent megcsinálni. Mindegy, próbáljuk meg sorba most akkor innen balról, jobbra. Fölfelé majd. Jó, gyors, még egy sűrített levegő kell nekünk. Jó, és akkor most lesz majd talán jó. Itt a nőnél ugye nem kell semmi, ide kell a golyó, a pénz, a szeg, illetve majd a WC-t át kell. Jó, akkor ezt a... Csávónak erre az éjjelre rá kell rakni. Jó. Ezt gyors megcsinálom. Jó. Ez komoly! Persze, hogy most én át az anyja. Hallod? Annyi időre jött át az anyja, míg megvert. Komoly. Annyi időre jött át az anyja, hogy megvert minket. Ez kész. Nem semmi. Nem minden esetre megy a telefonhoz, és akkor utána már megy a WC-s dolog. De szerintem nem lesz 100%-os így sem. Jó. Megy enni. Jó, utána megy a WC-re. És... megveri az oldal, gondolom, mert rossz WC-be akar bemenni. Illetve még itt van a... horgos gyerek horgászbot. Na nézzük, szerintem nem lesz 100%-os itt sem. Nem jó a sorrend szerintem. Odahánytam Bezsi néninek a... Ki tudja miére? Amekkora... Amekkora csöcse van a Bezsi néninek, szerintem azokat hánytam le.
szavazajló. Hoppá! Nagy drág szakadás is. Sikerült 100%. Megkaptuk a Zoli trófeát. Hát mondjuk ennyi próbálkozás után már élik. Jó, akció. Enni és megövetnek lenni. Már nem sok pálya van, ahogy elnézem. Talán még ezután egy, vagy kettő. Jól haladunk szerintem. Másfél óra alatt. Igaz, az első részt ezt 2 óra alatt átvittük mondjuk. Itt van valami csontváz. Meg benne valami kard vagy tör. Bezárt bánya. Mechanikus bika. Ó, bicső, zene vagy. Papagáj is van. De itt úgy látom, nem riaszt, mint az első részben. Szóval jön. Jó, nem idejön. Szivar. Üveges festék, van majd bika is. Pad is van. Van valami. A rubint. Jó, itt van valami feszítővas. Ez micsoda? Kőlemez. Rozsdás tör. Nem ez? Nem megy. Át kéne oda menni a festékért, és mennyi van? 4, 9 csintevés van. Oha, menjünk fel addig, amíg az anyja átjön. Van valami kötő. Kőlap. Ajaj, ez a bálya már nehézkes. Hát igen, József. Az nem sem igeri. 50 wattot, hogy ez csak... Szóval sem. Skacok, ez pont ide jön. Ez a pálya nehézkes. Nem tudom, mi hova kell. Várjunk, mi van még itt a pályán? Ó, ott volt csőkukorica is. Skacok, ez nagyon nehéz ez a pálya. És köszönöm, hirtelen olyan nehéznek tűnik. Ezt itt tőle ide. Kaptunk robbanószert. A robbanószer az biztos, hogy szivarba kell. A festék az valahol ide a bikához. A feszítő most még megmaradt. Ezt a kőlapot talán feszíteni kell. Kötél. Tehát ezt el kell majd vágni, gondolom, de még rozsdás az a tör, valamit kell vele csinálni. És ide is kell valami. Pénzbedobó, nincs is pénzünk. Hát, és kacok, ezt újra. Valahol, ez nagyon nehéz ez a pálya, érted? Hát, ja, ahhoz képest, hogy állandés, ez még jó, mert ha azt nézzük, a legtöbb esetben az állandések azok eléggé energiaigényesek szoktak menni. Ó, és kacok, ez nehéz lesz ez a pálya, esküszöm. Jó, most megy el az anyja. Gyorsak, akkor elviszik a festéket. Jó, ide kell majd a dinamitokat árdom. Itt van a mechanikus bika, ez is valamit kell majd csinálni. Elviszik ezt a robintot, az valószínűleg majd ide kell. A szoborhoz. Várjuk, ha belakjuk a rubintot, akkor mi van?
Ez már Robintus? Jó, és akkor most ide a rozsdás kést. Ó, kész, most kacsak. Van csőkukoricánk, ami nem tudom, hogy mire jó. Csőkukoricát adjuk a papagájnak? Vagyunk? Jaj. Oda tolít a papagáj. Nagyon gyors elbújjuk. Tehát az üveges festék az ide kell. Itt van dinamit. A kés az ide kell a kötélhez. Feszítővas, úgy látom ide kell majd. Ide van pénz kell majd. Hungary Paródia TV. Hello, hello. Postázok vagy? Mit postázok, Annika? Jaj, majdnem kijöttem! Pont ide jött az anyuka, pedig le akartam menni. Nézzük a szomszédot addig. Megjött a szomszéd. Jó? Menjünk rá, és akkor szedjük ki a petárdát innen. Vagy jó, vagy dinamitot. Azt nem tudom, hogy ezzel mit kell csinálni. Nem pillanatban. Veszíti vassal itt valamit. Mechanikus bikával mit kell csinálni, és kacok valaki? Valamit? Nem tudom. Nem tudom, mit kell csinálni. Ez az első alkalom. Mézes kalácsot. Ja. És ennyi? Honnan szedünk coint? Vagy pénzt? Úgy értem, pénzt. Kötelet elvágjuk. Jön az anyja! Ha megint. Ó, itt van valami gyanta. Néda. Nem vettem észre. Az kell majd akkor ide, a gyanta. Jó, akkor feszítő most ide, hogy leessen. És nem tudom, hogy Rubint, az ott maradt. Talán kell még egy Rubint. Lehet, hogy egy nem elég. Lehet, hogy innen kapjuk a coint, nem? Vagy valamit? Még ezt föltépjük. Mindjárt kiderül. Ó! Kaptuk még egy Rubintot, meg megkaptuk a pénzt is. A gyantát nem vettük el, bakker. Nehéz ez a pálya, meres ki. Bonyolult. Ez a pálya már nehezebb, mint a pokolyszom szívek egy bármelyik pályája, meres ki. Na, elveszik a gyantát. A pénzt ide bedobjuk. Ó, akkor a pénz az lehet nem működik a papagáj nélkül, mi? Ha nem adunk neki kukoricát, lehet újra kell szedni majd a kukoricát. Sékes vödör, meg a dinamitot petárdó, hogy nem tudom mi ez. Jön az anyja! Gyorsan! De megúsztuk, skacok! Lehet, hogy újra kell majd szednünk ilyen izét, kukoricát, a papagájhoz, mert lehet, hogy csak együtt megy a kettő. De esetre van második rubintunk. Nem zsemi. Azt felrobom. Lefeküdt a festékre. Piros festékre. Ajaj! Az kicsit fellökte. Fellöklelte. Jó, és akkor a kukoricát vissza. Jó. Akkor itt van egy, kettő, és akkor itt a két rubintot beraktam. Szerintem az lesz a harmadik. És akkor kész van a map.
Szavasz Armin! Való, ha nem köszöntem. Hé, ott is van pénz. Mire? De föntről már szedtem pénzt. Minek lehet még pénzt kapni? Oda. Két helyről lehet pénzt szerezni? Mindegy, megnézzük. Lehet azért van, hogy időben meg tudja csinálni a dolgokat. Elsüllyed hajóstól a kapitány. Mi érdekes, Honnika? Nálunk hókifli van, azt hiszem, sütve. Itt télre, karácsonyra. Mézes karácsony, nem foglalkozunk. Jó, elvileg két voltam ott. Beleptem mind a két szemet, az előbb az egyik kéz ütötte meg, most gondolom mind a kettő. Bam! Hát ez nem egy 100%-os. De megcsináltuk mindent. Még a végén lemondasz az iPhone-okról, Fannika. Na hát, megint egy pályáról tovább vagyunk. Van valami növény. Menjünk fel. Jaj, valaki fönt van, he? Már majdnem felmentem, az anyja meg rögtön. Ott van valami virág. Most. Pont ide jön a szomszéd. Na és előről kezdem. Neveztegessük az időt. Van valami cement, ezt az ebészes adottam. Jó, menjünk is le, mert az egyik fönt van, a másik meg bal oldalt. Van valami chili paprika. Úgy látom, Olga megint fog rendezkedni. A Bözsi néri. Piranya csontváz. Hát nem tudom, hogy nem szeretem amúgy se az iPhone-okat. Így mennyi minden volt. Van valami... Mi ez? Csirkecom, piranya, üvegtekila. Szamár. Húj, nézd meg, hogy megsüppett az a hajó, hogy ráült a izé, a Bözsi néni. Ekkora súlya lehet. Majd valami befőttes üveg. Majd dörás részek. Menjünk fel. Ó, bakker, most megy fel az anyja. Jó néhány dolgot felszedtünk már. Három, hat, kilenc, kilenc. Csínyi van abból, megvan. Három, négy, öt. Hat, hat dolgot találtunk meg. Azt mondja, hogy cementpor. Chili paprika, azt szerintem ide kell kekszhez és a vízhez. Még fönt még van valami virág itt. Ó, itt van még valami szoborkéz, nézd el. Jó. Jó, na akkor ide a húsevő növényhez, a piranya fog, az biztos, hogy kell. A keksz és pohár víz. A hús, azt tudja, hogy ide kell valahova a húsevő növényhez. Értem, Fannika. Honnan ad nekik kaját? Szóval vette el ezt a... ezt a... Honnan vette el ezt a húsos? Várjunk.
Na hát, itt tovább, nem is tűnt. Ide föl nem kell semmi, ahogy én nézem. Ide kell valami, meg ide kell valami. A piránya fog azt kitérni, neki kell. Nem. Ó! Ide kell a hús. Ide. Kis paprika. Jó. Ideig jó. Megnőtt a húsevő növény szépen a hústól. Hungary Parody, nem tudom, ha láttad a live-ba, hogy jött, akkor megjött, nem figyeltem pont most. A chatet néztem csak. Jó, ide ebbe kell valami. Van egy... Jaj, majdnem elkaptak minket. Van itt valami befőttes üvegünk, itt meg vannak termeszek. Megpróbáljuk ezeket befogni. Termesz. Jó. És akkor a termeszt megpróbáljuk ide a piknik táskával belerakni. Jön az anyja! Juhuj! Szia! Itt sem voltam. Ide kell a kéz, szerintem. Akkor ide. Kéz a karhoz, a váltóhoz. Jó, a virág az ide kell. Cementpor meg ilyesmi. Állunk a virág az ide. Megharapt a húsevő növény. Álljunk, itt van valami. Tekile is fürdőláda. Üveg tekila. Jaj, az is oda kellett volna mi? A vízhez. Itt van valami dolás vízek. Valami nem tiszta. A dolás vízek még ott van. Tekila meg ide kellett volna a vízhez, bakker. Összeleveztetek ám itt az iPhone-okon. Mert nem tudom mit mondok. Ó, a tekilát kifelejtettük, srácok. Ó, van itt még öt csíny. Rozsi néni megint megölje a szomszédot. Ide még kell valami a szemárhoz. Ami nincs meg. Itt meg van darásfészek, szerintem az kellene hozzá, de nem tudom, hogy hogyan. Ah, elfelejtettünk. Jó, tudom, hogy nem veszek itt, csak mondom, hogy elveszekaptok itt az, ahogy azért ki tudjál jobban. Hoppá, letört a kard. Vetődött a bána, látod, József? Jó, itt van a cement még, de még három csíny van. A virág. Patkó. Bedobót. A darásfészek az nincs meg, illetve ez a szamár. Valami hiányzik. Xiaomi az egy minőségibb kínai márka. Hoppá! Cementet fogott. Megkötött a lába szegénynek. A darásfészek az, hogyha megrúgja, akkor leesik, hogy mi? Hoppá! Milyen vékony hangja lett egyből. Ott a darásfészek, spacok. Na, akkor megvan az utolsó. Itt a tekila ugye, ott meg a darásfészek, de jól elcsesztik a sorrendet. Nem tudtam, hogy mi az, ami hiányzik, meg hogy hogyan figyel a szomszéd. Mármint, hogy hogy megy sorba a szomszéd, nem figyeltem meg.
Na is hívott neki lehet. Na jó, ezt nagyon elcsesztik akkor, bakker. Kell az étel is hozzá. Skatok, ez nagyon rossz. Elcsesztik az egészet. Legalább a csínyeket csináljuk meg az összeset, ha már nem is lesz százas. Bakker. Szíves. Most már viszont tudjuk, hogy mi hova kell. Hát azt is tudjuk, hogy itt a... Mi az, darázsfészek? Na leesik majd. Jó, gyors felveszik az üveget. Remélem még nem jön az anyja, fel tudjuk venni itt a dolgokat. Mielőtt feljön. Te! Hallod? Na most gyere, légy szíves! Gyorsan át! Pumpálom! Ne kapjál! Köszi! Egy necces volt. Bakkeres kacók, hát nem raktam le a csilit. Már igaz. Ki maradt az a csilit akkor? Föl is jön. Persze nem mondod. Jaj, de jó, hogy... Ne? Itt nem mondja azt. Ez nem igaz. Csili paprikát miért nem tudtam oda rakni? Á, Istenem. Amikor nem tudod, hogy izé, hogy mit, hogyan akarsz csinálni. Csak így nyomod. Chili paprika után akart vizet inni, ugye? És a... A tekilát vissza helyette. Nekem. Van egy telefonok nyilván. De egyébként tök jó, hogy a játékkal kapcsolatban semmi nem hangzik el az egész csatán, csak telefonokról van szó. Konkrétan azt nézem, hogy egymás között mit beszéltek, amit kb. Privátban is meg lehet beszélni. Aztán... mivel kapcsolatban nincsen. Egyetlen szó nem hangzott el, ami hozzám szólt volna, csak ami majd a telefonokról beszéljétek. Vagy ha a live-val kapcsolatban jobban érültem volna neki, hogyha legalább vagy a live-val, vagy a játékkal, vagy legalább valami, ami hozzám fűződik. Csak például a csípős paprika, amíg miért elfejteni megint. Jó, és akkor még van a kéz, meg az üres befőttes. Illetve majd a darázsfészek nem sokára. Remélem a mutárja felhúz addigra, mire ő visszaér ide a húsevő növényhez. Itt az orgánra meg tudjam csinálni a piknikes táskát a termeszekkel majd. Jó, úgy látom lesz időnk megcsinálni. Csak most megy a bikához. Már nem ezért, csak úgy szarul esik, hogy ez a jegye.
hogy egyszerűen semmi témába vágott, vagy akármi nem hangzik el, csak az, hogy izé, hogy mi van a telefonokkal. Tehát, olyan, mintha nem is live-oznák konkrétan, csak itt vagyok, aztán azért csinálom így egy megombat, úgy gyert. Most akkor Dark Fiskot meg ide. Most harapta meg a húserő növény. Termeszt leraktam, és akkor ez lesz az utolsó, azt hiszem, ami... ami kell. Jó. Egyszer ez, a kar, meg itt a piknikosra, és akkor készen van. Nézzük a szemtődöt. Ennyi termeszt csináltam. Megbordul őszintén elmenek ebben a mágyózásban. Ugye, mi játékban? Nem a játék véget, mert én élvezem a játékot. Csak egyszer nem látom az érdeklődést. Úgy látom, hogy mindenki van, mert... kb. Tiszteletből, hogy egy jó, akkor moderátor, hogy akármi, itt van a lájom kész. Aztán feleslegesen lájózok már a szarba. Aztán a szarba jöttek. Felesleges úgy lájózom, hogyha nem érdekel. Csak azért van mondjuk a lájom, mert ott a moderátor. Ne pánikolj! Ez az utolsó map. Az meg lett. A jó az a felé tart, minden újra békés, a szomszéd csak kóborol a fedélzeten, mindent feleslegesnek, haszontalannak talál. Ez az a veszte, gondolja Budi. Van valami láda. Tudom, valami táska, meg valami fegyver. Lánk fegyver. Meg valami zárt ajtó is van. Megértem József, most sok jól élem mindig tud mindenki élni. És arra van szó. Szőnyeg, meg ide azé. Nyílt fedélzeti nyílás. Ez micsoda? Jeladó töltény. Az biztos, hogy a pisztolyba kell. A lángfegyverbe. Itt van valami pisztikus üveg. Papagáj ülőke. Biztos, hogy kell majd oda valami. Van idegszi lány. Ezt elveszik. Számkód. Számkód az mire kell? Nekünk. Számkód. Ez valahol fölöltetlenem majd. Igen, ez becsukódott. Szíj. Menjünk gyors le. Számkód. Fűrbe, nem tudom, hogy mi hova kell. Üveg szilánk ide. Nem mondod komolyan, hogy lejössz! Ó, csezd meg. Számkód. Azt szerintem föl kell majd, de valami más kell. Fürdőbe. Majd még legalább amikor Brawl Stars-ozok, akkor általában legalább olyannal kapcsolatba írnak, hogy tudnak élni játszani, vagy legalább a játékkal kapcsolatban is, de így. Ebben a ládában biztos, hogy lesz valami, amit fölöttem.
Itt van valami ablak. Vagy mi ez, koszos üveg? Meg virág is van. Papagáj ülőke. Altatott a blatta. Ó, halad. Halad dobott. Tegyük bele, ha történt. A halad biztos, hogy a fürdőbe kell. Kettőt is kaptunk. Egyszerre jön mind a kettő? Egyik vegy fel, a másik meg jön. A hal az a virághoz kell? Csúbakker. Mindig nem jutottunk tovább. A tablet az szerintem a... kapitánynak kell majd. Hallott ide nem lett rá? Hoppá! Még mindig valami nincs meg. Valamit nem jó. Még mindig van három csíny. Az egyik a virág, és ide még fel kéne jönni valahogy. Hol van a kulcs? Lakathoz. Jöjjön a kell azt? Számkulcs? A kulcs kell. Na most jól megakadtam. Ott van a kulcs a papagájon most néven. Akkor a papagájtól kell elvenni a kulcsot. Hogyan vagyok eltérni a kulcsot? Van még egy halunk. Itt van valami piszkos üveg, az valami le kéne takarítani, gondolom, de milyen hallad? Számkód az föl kell, ott a tabletta, az meg gondolom majd a kapitánynak. Ja, igen, én szerettem közül. Tudhatom, hogy hogyan vagy a mellettől. Valóban meg kell tisztítani az ablakot. Itt. De milyen hallal tisztítsam meg az ablakot? Nem tudom megtisztítani. Ott van vödör! És ott a ruha is, bakker! Ott a ruha. Oha. Illetve a vödör is ott van, gondolom abba kell a másik hal. Jó, akkor ezek szerint megvan. Csak nem vettem észre. Akkor megvan. Mikor megy el az orga a fürdő? De egész a sajottam amúgy, hogy fürdik az orga. A bezsinén. Nem akar bealudni? Akkor azzal röngyel kell majd megtisztítani az üveget, és akkor talán a papagáj neki megy, vagy valami ilyesmi. Azt mondta, hogy mikor megy el fürdeni. A hal után, amikor belerakom a virágba a halat, utána megy el fürdeni. Meg kell figyelni.
Bazsi néni. Az adó. Ah, veszek az üvegszilánkot. Az, a bazsi néni testvér. Jó, számkod, az majd föl kell. Altatottad, de te is majd föl kell. Most kell majd elvágni, és akkor utána megkapjuk a halakat. Egyébként gondoltuk volna, hogy hal van a ládában, mert rajta van a halja, de azt hittem valami más eset. Hát annak az, karácsonykor nem lesz itt más, csak szélvihar meg szakadó eső. Jön az asszony! Jaj, babám, szia! Nem fogom megcsinálni százasra, mert már beleraktam a töltényt. Nem lesz százas mondjuk, de nem is baj. A lényeg az, hogy csinálják meg ezt a mapot. Most majd kiesik a két hal, hogyha körbe megy. És akkor az egyik halat azt ide kell, a másikat meg a vödörbe. És el kell venni majd a rongyot. És ezt kell megfigyelni, mikor tudom elvenni a rongyot. Jaj, még csak most volt a... Körben. Én most csöndön lesznek az emberek. Mit írtál be itt? Azt várom, legyen még a játéknak. Elment a kezem tőle. Mármint a még mindig nem játék talán a lájózás kommentelkedni. Majd talán Brawl Stars-hoz lesz kedvünk. Hoppa, hoppa! Nem csesz fel. Jó, még három csíny van. Egyik itt a hal, a másik a vödörbe a hal, és akkor ezt meg kell tisztítani. A rongyal. Kulcsa a modernál, és akkor itt fent kell még valamit. Forra puncsból bele kell rakni az altatott tablettát, ez biztos. De jó, hogy lement az anyja, most nem tudok lemenni a halakért. Várnunk kell egy kicsit, akkor most. Na hát ez így jó, hogy megyek le a halért? Most jön a szomszéd is. Ez így nagyon jó lesz, komoly. Pont a legrosszabb helyen bújtam el. És várhatok bőven. Ó, srácok. Ja, a víz nem mozog. Még egy mozgó háttert se tudták berakni mögé. Persze, eldom. Elég lesz. Köszi. 40 box bőven elég volt itt a Benny, azt mondta, hogy neki van 60 boxa. Fannikának van 39. Úgyhogy már van végül is. Így is... Hello Tiffany, hello, hello. Tiffany, mikor beszélünk legközelebb? Rég beszéltünk már. Utoljára talán céljon beszéltünk. Egy Facebookon? Nem tudom. Csöves játékkészítők. Vagy csöves játékkészítők. Hát Edu! Na most jön lefürdeni az oldal, most kell elvenni majd a rongyot. Jó, van Tiffany. Nem van nézzokon, ha te írnál. Mert nem tudom már, hogy mikor írtam utoljára.
Elveszek a ruhám. Alatt megpróbáljuk a vödörbe belerakni. Jó. Akkor ruhával megkerülni itt a koszos üveget. Hát erre az olyan sokkal, amikor jöttünk itt a jelenetig. Jaj! Pont nem mentem le, de... Megverdek! Köszi! Egyelőre ide elbújok. Én nem tudom, ide jól jött. Ide jövök egyelőre, szerintem. Remélem nem mezőt fognak meg itt megverni. Oh! Ott a kulcs, nézd a! Megértettük a papagájt. Ajaj, kapja a verést! Jó, ide berakjuk az altatót. Köszi a feljelkozást! Iris Miriam, köszi a feljelkozást! Jó, altató. Ej, ide jön az izé! Ide jön a szomszéd! És megvárja, míg lejövök! Jaj! Hát már csak egy életünk maradt. De mindent leraktam elvileg. Papagáj az. Kifeküdt! És elvileg itt megcsináltam, amit kellett a kormánykerékkel. Hoppá! És fúra megcsináltuk az utolsó mapot. Azt hiszem, hogy az utolsó pálya, de nem biztos. Megkaptuk az aranykorszát. Hello, Iris Miriam, hello. Rátudosítok át a játékot. Ez olyan, mint a jégkorszakban. Vigyázz, kapitány, jéghegy! Amikor a jégkorszak egybe csúsztak lefele, és megfogja a Maninak az ormányát, és így mondja, ilyen kapitány, jéghegy! Hát elsüllyedt a hajó. Hát Titanicnak ennyi volt. Hát ez. Hát az az beállítva. Az anyja, hogy szíveztem parancsolgat. Meg ez. Mi meg csak élvezzük a kilátást, tudod? Köszönjük szépen. Hát, úgy jól telik a nap. Igaz, hogy karácsony helyett szélvihar van és szakad az eső. De azért... Na, skacok, hát... Az első része 1 óra 50 percbe telett, a második része 2 óra 12 perc, 43 másodperc. Nem semmi. Nem volt egyébként rossz. Ugye a játék nekem úgy tetszett. És az utolsó mapot megcsináltuk aranytrófára és az utolsó előttet is. Mert az elején volt még itt 5. Mennyi lett kész teljesen? 3, 6, 8, 10, 10 pályát teljesítettünk teljesen jól. Azért jó dolog. Az első részben csak egy pályát teljesítettünk 100%-ra. A játék az úgy nekem tetszett így retroként. Na, tökéletes. Mi legyen a következő játék ma is, kacok, amit átiszünk retróba? Ez a kérdés. Tudtok valami régi retro játékot, amire azt mondjátok, hogy jó is, és át lehetne vinni? Jó, lenyomjuk ezt a 64480-as asztali felvételt. Most már nem kell. A játéknak kicsi a felbontása, muszáj volt így beállítani. Kell majd valami másik retro játék, amivel így... El tudunk live-ozni, addig amíg nincsen nagyobb videókártya ismét. Csak nem tudom, hogy milyen játék legyen, ami ilyen retro és mégiscsak jó. Tehát Pokoli Szomszédok 3, az már más teljesen, mint a második. Ránéztem így a mai nap folyamán. Illetve megnéztem a 7. részt is. Tegnap írtam DC-jé, hogy mivel játszott el. Ám sok mindenben itt most hittük át a Pokoli Szomszédok második részét is. Pont a végére. Értél ide. Megnézem a Discord szerver gyorsban.
Egyébként szerintem a live-ot most majd lenyomom, és... hát egy Brawl Stars-ozunk egy kicsit. Próbáld ki a Sonic-ot, az nagyon jó játék. De melyik Sonic? Sonic CD? Ez a régi? Melyikre gondolsz? Sokféle Sonicon egyébként. Valami akciójátékra gondoltam, valami régebbi akciójáték, vagy ilyesmi. Retroként, így a decemberre. 1-2-3. Vagy valami, nem is tudom. Lehet, hogy a Raymant is tudjuk folytatni, a Rayman Rabbit Grabbitsot, amit a hugommal kezdtünk el ugye Valenszában. Hát azt is kéne folytatni. Annak a végigjátszását, ugye volt belőle már azt hiszem 1 vagy 2 live. Azt is be kéne fejezni. Aztán meglátjuk, hogy majd mit kéne, valami retrójánikokat kell majd nézni. Jajjaj. Na, hát akkor én egyelőre lenyomom a live-ot, újraindítom a gépet, a telefont, mindent, elmegyek WC-re, gyors eszek egyet, szerintem. Egy 2 szenyót szerintem bevágok. És egy olyan 5 óra tájba találkozunk itt a YouTube-on ismét, akkor megyünk majd Brawl Stars-hozni ismét. Megnézzük, hogy ezt jól elmondtam, ismét. Kicsit szó ismétlés, de nem baj. Találkozunk akkor majd 5 óra felé. 5 óra tájában. És várok mindenkit, aki jön majd netán Brawl Stars-ra, vagy játszani. Addig is mindenkinek legyen kellemes napja. Találkozunk nem sokára. Én Dave voltam, köszönöm a feliratkozásokat. És addig is. Sziasztok!